Itt a Szexádi Kesejűs úti elágazónál alakítják ki a városban és annak környezetében induló útfejlesztések egyik legfontosabb csomópontját. Ide ugyanis körforgalmat építenek, ami a Tolnai megyeszékei új már idén elkészülő elkerülő útját köti össze a Palánkig húzódó szakasszal, valamint a kesei úttal, amiket szintén felújítanak, sőt utóbbi mellett kerékpárutat is kialakítanak. A fejlesztés sorozat részleteiről kedden egyeztetett Horváth István a térség országgyűlési képviselője, valamint Bece Szabol Szabolcs a közúttól nem egy igazgatója. Kesési út útburkolat felújítása és a kerékpárút felújítása, mert a Palánki hidat is szeretnénk megújítani, és a Palánki hidon is már előkészíteni akár a kerékpárosok számára is egy, egy nyomvonalat. A tervek szerint ugyanis szexárdot néhány éven belül már kerékpárút kötheti összetolnával, így a Tolnai megyeszékhelyről két keréken lehet majd eljutni Faddomboriba. A Tolna és az üdülőtelep között húzódó bicikliút építése már most is zajlik, erre csatlakozna rá a szexárdról induló nyomvonal jövő szempontjából a 2021-2027-es Területi operatív programban lévő infrastruktúra fejlesztésnél az egyik kiemelt feladat lesz Szeksártól a Fadombori kerékpárúttal lévő összeköttetése. A keddi egyeztetésen a tervezett M9-es autópályáról is szó esett. Horváth István kezdeményezésére ugyanis megyéken átívelő összefogás indult, hogy a stráda az eredetileg tervezett nyomvonalon, vagyis Szeksárdot is érintve épüljön meg.